Jövő héttől akkor ez a kölyök klubban. Mi van? Ez a kölyök klubban leszünk akkor a jövő héttől, ez igaz? Ez itt lesz végig, mert nem halljuk egymást. János, ha így beszélek hozzád, nem olyan, mintha egy felfújt hólyag lennél? Ha nem így beszélsz hozzám, akkor is? De most tényleg mielőtt elkezdenénk halálkomolyan, tehát én nem tudom, ki kilt lát, de én például csak én akkor... Én hála Isten senkit. Úgy fel. Képzeljétek azt, hogy ez a disztribűn, és mi most integetünk. De kik vonulnak el, itt alattunk. Azt de tudod, hogy azelőtt a kitüntetett művészeket meghívták, és tudom. Integethettek. Én meg Bekjed voltam. Van, hogy most lettél Kossuth Díjas. De én lettem még Jászai Kossuth Díjas lettél? De lettem én még Jászai Díjas, meg és integettél? Meg volt. De akkor is meghívtak integetni? Igen, igen. Engem nem hívtak. Engem egyszer köteleztek a Kaposvári Színházba, hogy menjek és integessünk, mert hogy mi egy progresszív színház vagyunk, és hát ebben kihúzzuk a méregfogát annak, hogy hát mégis jobban vagyunk a kommunistákkal. És mondtam, hogy abban a pillanatban, amikor egy évben eljönnek ők az én ablakom alá integetni, következő évben én is integetek nekik. Amikor kisgyerek voltam, akkor a mi iskolánkból választottak ilyen futkosó fiatalokat, tudod, ilyen kis nyakkendővel futkosni kellett a tribűn felé, és akkor futottunk egy próbát, és akkor azt mondták rám, hogy ez a kislány, ez nem. Miért? Mert elmondtad az elvtársak figyelmét, vagy ne, hogy ott... Jó estét kívánok! Ne játssz a lufival, kérlek, köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket az első vasárnapi heti hetes alkalmából, hogy úgy értem, hogy köszöntöm Önöket, és ezután mindig vasárnap lesz, csak nem mindig május 1-én, most így sikerült, na. De hogy... Ez május 1-énként lesz vasárnap, nem? De nem, tényleg, ez fontos nekünk, és hogy ha már nosztalgiázunk, mert hát május 1-e meg minden, akkor... Te nosztalgiázol, a franc, aki nosztalgiázik, én nem nosztalgiázom. De én igen, én szerettem apámat. Én aksuértas, mi nosztalgiáznak? Semmi nosztalgiál? Tessék. Tivadar elvtárs, ne játsszon a lufballonnak. Köszönöm, de hihetetlen egyébként, hogy pont a Teddy kezd el marháskodni a lufival. Hogy, szóval arra gondoltunk, hogy ha már május 1-e, akkor egy kicsit kuszán ugyan, de a vízli és a mustár és a sör az nem hiányozhat nekünk. De azért öltözött pincérnek. Hülye. Vegyetek, mert akad a kezem meg minden. Köszönöm. Én nyugodtan vehetsz kettőt, én utálom a sört. Ennyi ideig, és akkor hozd be még az Eszményi Viktoriát is tálcán, mert egyszer május 1-én ez volt kiírva a sörsátor, hogy sör, visli, Eszményi Viktória. Tessék! Nagyon na jó, kérdés. A közben azért elmondom, hogy mielőtt még önöknek az a hülye érzésük támad, hogy önök ülnek a képernyők előtt, mi meg berugunk, ez alkoholmentes sör. Igen. Ja, hát akkor... Mondom, hogy vidd el! A szagáról megismerte. És alkoholmentes virsli, meg minden ilyesmi. És követjük a már megkezdett... Azt csinálják, hogy tring, tring, brother, lightning, meg lehet... Ne, csak csinálják meg azt a részt is, amikor felállnak és pofozgatják egymást. És elkerülendő, hogy önöknek ezt végig kell nézni. Követjük a múlt héten megkezdett hagyományt, és most elintézzük ezt a reklámkérdést. Jó estét kívánok! Megszokhatták a kedves nézők, hogy
postánkból úgy válogatunk, hogy nem titkoljuk el a negatív kritikákat sem. Mondjuk nehezebb úgy közzétenni ezeket, hogyha a újságok hasábjai, bizonyos újságok hasábjai jelennek meg, mindegy, néha az is előfordult. Érdekes módon Magyarországon, mint észrevették nyilván, ugyanúgy szitokszóvá vált az, hogy baloldali, mint hogy jobboldali, vagy akár az, hogy liberális. Ki tudja miért minden rossznak tűnik a másik oldalról. Eheti egyik kritikus levelünk egy nézőnktől származik nyilván, aki viccel támasztja alá, hogy milyen elvetemű dolog a liberalizmus például. Én röhögtem rajta minden esetre. Ez, hogy egy SZDSZ-es házaspár babakocsiban tolja a csemetéjét. Megáll mellettük egy néni, és megszólal, de aranyos kisfiú vagy kislány, mire az anyuka? Hogy lehet ilyet kérdezni? Majd eldönti, ha felnőtt lesz. Nem szeretem ezeket az általánosításokat, hogy SZDSZ-es házaspár. Ez alávaló dolog, úgy rákenni valamire ezt. Megmondom őszintén. Ez nem általánosítás, ez egy finomítás. Igen. Mindig jobb, mintha azt mondanák, amit gondolnak. Én azért röhögtem olyan jót, meg azért szerettem ezt a dolgot, mert arról az oldalról nekem ez volt a benyomásom eddig, hogy viccek nem nagyon érkeznek. Hát ez sem az. Jó van, akkor csak nekem tetszett. Egy törzsnézőnk levele Bajor Imrének szól. Tisztelt Bajor úr, az előző adásban szóba került Havas Henrik háza és a kocsma közelsége. Igen, igen. Én is Kisoroszliban élek, és tudom, miért ment Havas úr robogóval a kocsmába. Azért, mert azt a kocsmát, amelyet ön is ismert, lebontották, így aztán indokolt a robogó, hiszen a legközelebb eső kocsma most már legalább 170 méterre van. Álljunk meg egy pillanatra, ahol te nyáron nyaralsz, ott van mindenféle bolt? Nem mindenféle, egy vegyesbolt van és egy kocsma. És nem egy buszmegálló. Képzelem, mennyit jársz a vegyesboltba. Kocsmában. Na most nagyon... Beszoktál, mi? Beszoktál a szatócshoz. Nagyon erősen tévedsz, mert nekem mindennapi feladatom az, hogy bizony, amikor én felkelek, ha fel... Hát, hogyha fel tudsz kelni. De hogy délután vásárolsz be. Nem. Mert tényleg, és egy ilyen kis fonott kosárkám van. Jaj, de szép. Nekem piroska. És mész a fonott kosárkám? És mi van, ha jön a farkas? Megyek fel a... Bekapjak! Akkor csókoltatom a nagymamát. És akkor minden nap megyek, kis kosárkám, a kutyával, megyek fel, vegyesboltba, és akkor beülök mindig a másik helyiségbe is, és akkor, amikor kettőkor kapok egy telefon délután, akkor mondják, hogy megvettem a kenyeret. És akkor mondom, hogy sajnos az a helyzet, hogy most meg bezárt a bolt már, mert... Magyarna van. Végül egy érdekes vélemény a műsorunkról. Ha nem aludnék el, összetörném a televíziót. Olyan kurva későn van, hogy a második rész csak videóról tudom megnézni másnap. Dögöljenek meg! Üdvözlettel, K. Gábor! Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gábor János! Hernádi Judit! Verebes István! Hajós András! Farkasházi Tivadar! Azért, Laci, azért a tradíciókat betartottad. Dögöljenek meg, következik Bajor Imre. Na de többes számba mondta. Hogy? Bajor Imre? Nem azt mondta, hogy dögöljön meg Bajor Imre. Mert még hatökörnek is tart. Dögöljenek. Május 1-én 50 éves az Újpest legendás középcsatára Törőcsik András, aki ma ismét táncolt a Megyeri úton. Az egykori labdazsonglőr szerint nem véletlen, hogy épp a munka ünnepén látta meg a napvilágot. Egészen biztosan emiatt nem kellett melóznom soha az életben, mondta, és hozzátette, ha már eddig kibírta, akkor ezután sem vág bele ilyesmibe. Viccből mondta. Persze. Ugye igen, volt az a mondás, hogy a munka az nálunk nem az én dolgom, a munka az nálunk a becsület és a dicsőség dolga. Igen, csak ő egy idol az újabb generáció focistának, és ezeket a viccét úgy látszik komolyan vették a következő generáció. Most az Újpest-Fradi meccs előtt lett volna egy öreg fiúk meccs, de nagyon rossz idő volt, és nem akarták odaadni a Nyilaséknak a pályát, csak akkor, hogyha fizetik a kárt. És azon gondolkodtam, hogy nevetséges dolog a Nyilaséktől pénzt kérni, de hogy a maiaktól... Ezt lehetne kérni pénzt, hogy nem, hogy ők kapnak pénzt, hanem fizetik a kárt. Jó, de hát a Fradinak most annyi pénze van szerintem így zsebből kifizeti, nem? A Fradinak most sok pénze van, kérlek szépen, mert például
Ausztriában majdnem kifizettek egy hotelszámlát. De még most nem fizették ki. Igen, még októberben vagy novemberben voltak ott, és 7,5 millió forint. És fizetni nem tudnak fogyasztani, igen, az is nagy dolog. Hát. De nem lehet... Várjál, elmondom, mert nagyon jó. Hát mondjuk majd küldik a pénzt, de azóta nem kapta meg a szállodás a pénzt, és most a FIFA-nál meg az UEFA-nál reklamálja, és elmentek a sportigazgatóhoz, a Tepsis Ignászhoz, aki szó szerint a következőt mondta, elismerte a tartozást, azt mondta, azon vagyunk, hogy rendezzük a számlát, addig is a magunk módján, még ha ez nem is jelent kompenzációt, megpróbáljuk népszerűsíteni a szállodát. De várjál, hogy lehet... Szállod, ahol nem kell fizetni, nem lesz, hogy fantasztikus jólek van. Nem csak azt gondolták újra, hogy van az a mondás, hogy kis ország, kis foci, ugye mini ország, mini foci, mini bár. Tehát ők ebben... Én nem szeretem a focit szívják, még ha nagyon rossz is, de az igazság az, hogy erre már jót nem lehet mondani. Tehát rossz fociról már nem tudsz szellemeset mondani. Van egy új rovat a hó**be, ahol 160 karakterbe lehet valamit megfogalmazni. Tehát, na? Nem, de nagyon poén lesz a végén, mert szerintem jó. Na, most te na! Nem én találtam ki, nem dicsekszem. Poén lesz, pesgőt voltunk. Na, de ez tényleg aranyos. Tehát, már arra már nem poén, már csak arra sem. Nem, de ilyeneket kell megfogalmazni. Például ugye, hogy most 3 kilót kell vinni az iskolába, többet nem lehet, hogy fogalmazza meg a legkönnyebb magyar történelemkönyvet. De 160 karakternél több nem lehet, és feladtuk, hogy az olvasók írják be a Mateusznak az egyéves beszámolóját. És a legjobbat mondom, szó szerint, holnaptól... Nem ez az, ez a verebeszokat csinálni. Pedig ez a második rossz. Legjobb. Jó, de Mateusz, csak nem tudok akcentussal beszélni magyarul. Próbáltunk bójákkal gyakorolni, de megvertek minket 3-0-ra. Draskovicsot a múlt héten menesztették, Németh Imrét ezen a hétfőn. A földművelésügyi miniszter utódját az ellenzék már is támadja, hogy részt vett a bói állami gazdaság milliárdos privatizációjában, és biztosan nem járt rosszul. Gyurcsány azzal indokolta Németh menesztését, hogy most nem mezőgazdasági politikusra van szükség, hanem mezőgazdasági menedzserre, ám más szerepkörben számít Némethre, más szerepkörben írták még egyszer a kollégák. Köszönöm. Ez nem így volt, ezt... Nagyon zanzában mondtad, mert szó szerint ezt mondta egy rádióba a Németh Imréről, majd meghasadta a szívem érte emberként, én nagyon szeretném, hogyha én tudnék neki olyat ajánlani, amiért ő hajlandó dolgozni a kormánynak és az országnak, én ezt jeleztem neki. De azt mondjátok meg, mi a különbség a mezőgazdasági politikus és a mezőgazdasági menedzser? Azt, hogy az egyiket izének hívják, Németh Imrének, a másikat. Ja. Szerintem elfelejtettek elé tenni egy szót, hogy válságmenedzser, tudod? Ez a miniszter egyébként a harmadik ilyen menedzser típusú. Ugye van a gazdasági miniszter is ilyen menedzser, aki az üzleti életbe jön, és valószínűleg a Gyurcsány erre megy rá. Mondhatnánk azt is, hogy a menedzserek a spájzba vannak, de ugye az nem baj, csak ne spájzoljanak. Majd meg. Ha 100 lépésből ez a második, akkor a kormány hamar elfogy. Nekem nagyon tetszett ez a definíció, hogy szeretne neki valami mást ajánlani, mert nagyon szeretné, hogy a szíve szakad meg érte. És elképzeltem egy más szituációval, például milyen lenne ez a színházi életben. János, te régebben dolgoztál színházban, nem? Annyira, hogy még ma is. Ne elképzeltem egy beszélgetést egy képzetbeli igazgatóval, de saját magadat fogod alakítani. Igen. János, beszélni szeretnék veled. Parancsolj! Én szeretném leszögezni, hogy nagyon jó vagy. Hát örülök, hogy így gondolod. Igen, de mégis arra gondoltam, hogy egy másik szerepkörben is kipróbálnálak. Boldogan, állok elébe. Miket játszottál mostanában? Hát Arthur Miller, Molnár Ferenc. Jó, sehova. jó szerző. Mégis másra gondoltam. Kire? Hát nem kire, hanem mire. Arra gondoltam, hogy ezentúl más játszana a főszerepeket. És én mondjuk mi lennék? Te lennél a sugó. Hát ez, az melyik darabban van? Az mindegyikben. Hogy én legyek ott lenne abban a lyukban? Na, hát csak nem vagy exhibicionista. Én? Ugyan már, hogy rohadnál meg, te tehetségtelen vagy. Mit mondtál? Én? Semmit, csak sugtam. Yeah.
még egy pillanatra visszatérhetlek a személyes dolgokra, valamit szeretnék neked megköszönni. Itt ült valaki éveken keresztül, aki állandóan hátat fordított nekem. Nagyon jobban voltam vele, de mindig a hátát láttam csak. De az is milyen gyönyörű volt. Én milyen boldog lettem volna, nekem fordít hátat is. Csak akkor fordult felém, ha nagy ritkán kikapott a Fradi. Most úgy elképzelem, hogy milyen gyakran fordulna felém. De neked tényleg örülök, mert tényleg egy aranyos vagy, meg egyfelé lakunk, meg... Haza akarsz kísérni? Igen. De... Meg főleg az volt a kedvelek, hogy nem hozod a gitárodat. Tehát... Köszönöm. Én gondolkoztam ezen az illető, aki neked háttal ült. Végig gondoltam, hogy mi a karrierje, hogy is alakult. Végül is van saját műsora, úgyhogy hát, ha nem unakszol, akkor tanulok. De úgy hallottam, hogy te állandóan elkezdesz egy műsort, ami abban marad, és akkor mész máshova. Havas is. Én egy ilyen méhecke vagyok, tudod? Szállok egyik virágról a másikra. De ez a, benne vagyok a tévében, esetleg megszűnik, én szeretném egy életre megoldani a te problémádat, ha megengeded. Jó? Egy pillanat hozom. Most megkéri a kezedet, de te... Most akkor... Ezentúl mindig... Köszönöm. Gyerekek! Nincs nálanyag rám bezegből? Igen. Haza is viheted. Végre keretek közé van szorítva. Köszönöm. Ezentúl mindig benne lesz a tévében. Nagyon drága vagy. Köszönöm, kérek ide csipketerítőt és Dériné nippet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy helyesbítést olvasok be. Tehát a műsor nem megszűnik, hanem a műsor 9 adásra szólt szerződésünk akkor tekintetében, és akkor nem lesz tovább. Édes Isten. Azonban a Találkozások magazin utána járt, és kiderült, hogy Hajós András Gávődi János otthonában és kertjében tovább folytatja szeptembertől. Most hát, találkozunk a kertben, el is áslak. Komolyan. Konkrétan ezzel most mit csinálják a továbbiak? Maradj így, hogy tegyed le esetleg, és akkor folytathat. Hazaviszed, és akkor állna benne leszel a tévében. Szabad egy pillanatra az asztalodat használni? Hogy ne, persze. A tied. Bocsánat, most látnak annak tényleg a világon semmi mondani valójában nincs. Ez egy csomagolás technikai kérdés csak. Gyakorlatilag mi 9 hétig láttuk ezt. Szijjártó Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint azzal, hogy Szilvási György Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kabinetfőnöke lett, felállt a magyar belpolitika Bonnie és Clyde párosa. De ezt nem mondta meg senki ennek a Szijjártó Péternek, hogy a Bonnie és Clyde férfi volt, meg nő. Igen. De lehet, hogy ez... Ez olyan SZDSZ-es dolog, hogy majd kiderül. Viszont rá 3 napra erre is tesz utalás valamelyik újság. A Orbán Viktor elkezdett panaszkodni a televízióban, hogy hát a politikai hang nem, hát igen, az tényleg valahogy annyira de az a dolog érdekesség, hogy ez ki van osztva, hogy Orbán Viktor panaszkodik, szomorkodik és mindig jót mond. És akkor azok a csúnyak, rosszakat mondom. Hát a Szilvásinak ez a foglalkozás, hát minden nap kiáll és mond valamit. Szijjártónak. Szijjártó. Szijjártó. Hogy tudtad így? Répási meg a Szijjártó. A Szijjártót és a Répásit össze. Ez nem a Mágnás Miskában, a Pixi meg a Mixi. Én azért imádom a Szijjártót. Azért imádom a Szijjártót, mert tényleg ő egy ilyen száguldó riporter, és ha őt ránézek, akkor tudom, hogy itt komoly dologról nem lesz szó. Tehát ez valami hangzatos ügy lesz, ő bele fog állni ugye térdig a Balatonba, oda megy a háza elé tüntet. Valamit jól csinálnak, mert a Keller már rég nem mond semmit, pedig azok ottan papír volt a kezükben, és már rég le van váltva, és félre van rakva. Miközben a Szijjártó és a Répási még mindig mondja magáé. Valamit jól csinálnak. Én szeretnék így a Szijjártónak. De mit csinálnak, hogy éneket mond, hogy Bonnie és Clyde? Nem, az, hogy még a placon lehetnek. Az más kérdés, hogy a hatáselemzés, mint színházi ember mondom, tehát aki ilyen messze menően szélsőséges módon fogalmaz, az már nem hat. Tehát ez már nem hat, ezt már komolyan senki nem veszi. Hát ez hülyeség. De azt beszélünk róla.
napokig írtak róla, hogy gondoltam, miért, és beszélünk róla. Én azt az egyetlenítem, hogy akkor miért nem, mert ez a Bonnie és Clyde, ez annyira nem egy, nem, én úgy szeretnék ilyenbe dolgozni, hogy ilyeneket találkozni, akkor például a 100 lépéshez a Seattle helyébe elkezdeném terjeszteni, hol voltak ezek, Gödön? Hogy arra jártak ők mondjuk, és akkor éjfélkor azt hallották, hogy nagyon berúgva az MSZP-sek azt éneklik, hogy 100 lépésnek 50 a fele. Interneten Dropa ezt írta, azért annak idején Orbán és Tordján is felért egy Stan és Pan kettőssel. Skater írta, ha van nekünk is saját Bonnie és Clyde-unk, készülhetne ebből is egy jó kis film, a Miniszterelnök félrelép 2 cím. Yeah. És Fabika, késő, már nincs mit kirabolni. Azért fognak rákalapálni, mert ugye ezt azért csinálják, bekerül egy fiatal ember egy párbosot. Általában ezt az akcióhős feladatot szokta megkapni, akkor ott magának hírnevet szerez, csak addigra, mire oda jut, hogy lenne egy valami frakcióvezető helyettes, vagy egy komolyabb bizottságban rábíznának valamit, addigra gyakorlatilag egy ilyen humorheroldot csinál magából, és akkor először azt mondja, hogy hát most pedig az ország érdekében, óriási, ez ahogy ezt mondja, nagyon, ez mindig egy nagy kofa volt, úgyhogy saját maga alatt. Rejtő E. Tibor, a Kereskedelmi és Hitelbank egykori vezérigazgatója, aki a Kulcsár ügy egyik gyanúsítottja, levélben reagált arra a hírre, miszerint 1999-ben Orbán Viktorral volt Kanadában egy hoki meccsen. Rejtő kijelentette, hogy valóban tagja volt a kormányfő vezette kanadai küldöttségnek, de hoki mérkőzésen soha nem járt. A hamis tényállítás miatt haladéktalanul megteszi az összes lehetséges jogi lépést, jelentette ki levelében. Ez miért kikéri magának, hogy én Orbán Viktorral nem voltam itt hoki meccsen, vagy ez... De gondold meg, hogy mi mindenre vádolják, milliárdokról van szó, mindenféle kintes üzemekről, és akkor azt mondják, hogy hoki meccsen volt, amikor nem volt hoki meccsen. Ez a lényeg a dolognak, amit te mondasz. Most sértődött meg. Gyanús, hogy elkezd mentegetőzni ebben az ügyben, minthogyha a nyomozás, a ügy fölgombolításának ez valamilyen fajta sajátossága volna. Mi a hoki meccs? Nem, hogy a Rejtő E. Tibor sérelmezi, hogy őt összehozzák Orbán Viktor, pontosabban nem ezt sérelmezi, szerintem azt sérelmezi, hogy Orbán Viktort hozzák össze. Én velem a bűnözővel ezt a remek Orbán Viktort, ugye? Mondd el újra ezt a mondatot. Miért? Ez prejudikáció, hogy én velem. Hát én magamról beszéltem. Díszműves ezt írta interneten, igen, ugyanezt. Rejtő E. Tibor miért mosakszik? Orbán Viktor nincs előzetesben. Még egy Dropa írta, én megértem, fontos leszögeznie, hogy még sohasem járt hoki meccsen, máskülönben még alaptalanul összefüggésbe hoznák Ambrus Attilával is. Ez el fog jutni oda, szerintem ez a hoki meccs sztoria, hogy a magyar közvetet ismerem. Előbb-utóbb meg fog jelenni, most már nem egy fénykép, hanem egy videófelvétel, azt fogjuk látni, hogy az Orbán Viktor így odahajol és mond valamit, és a Rejtő pedig így csinál. Vajon mire mondott nemet a hoki meccsen? Az, hogy teniszmérkőzésen volt tulajdonképpen. Azt mondja, főszerkesztő Laci, ez az írás az interneten érkezett a hatos hírhez, ez az. Kérlek, add oda valamelyik színésznek, mert ők jobban fel tudják olvasni, mint te. Bár az is igaz, hogy régen szavaltál, ha jól tudom. De most ne, köszönöm. Uh-huh. Igen. Jutsi a versolvasó. Na, igen. Versolvasó lány. Gyere ki a nagy könyvből. A Hüvös Völgyi útról. Júlcsi felső. Erősen kurtított mini ballada a fehér galléros nagymenőkhöz. A bankvilágban, hogyha csúcsra értél, a pénzed is van annyi, mint a szenny. Elmerengsz talán az ember, miért él, de hoki meccsre semmiképp ne menj. Kormánytagokkal cimborálni jó hetsz, megobja sorsod, így pokolsa menj. Te mesterségednek nyugodtan élhetsz, de hoki meccsre semmiképp ne menj. Szerencse csillagot, ha hullni készül, s nem lesz segédkezet, nem lesz segédkezet, mit jól bekenj, feledve milliókat fuss vitézül, de hoki meccsre semmiképp ne menj. S ha törbe csaltak átkozott fináncok, ezerszer lépre, mint sem tönkre menj, ne félj, nem ólomsúlyúak a láncok, hokizni tudsz, csak néha megpihenj. Ez profi.
Ez 100% hogy valaki... Ugyanaz írta, aki az előzőt írta. De az biztos, hogy ez... John Doe 1-2-3. Micsoda? John, ez van odírva, John Doe. 1-2-3. John Doe, így mondja magát. A zsandár Jochen lesz az. Valamilyen János. John Doe. Valamilyen János. Igen. De ez biztos, hogy költő. Hát és ha csak tehetséges. De még nem költő, és most költőt csinálunk belőle. Nem, ez tud, ez nem, ez tud verset írni. Indítsuk el a nagy vers mozgalmat. Bill Clinton bevette végrendeletébe Monica Lewinsky-t. És a Lewinsky hogy bevette? Bevételért bevétel. Igen, igen. A volt elnöknek lelkiismeret furdalása van, mert úgy érzi, hogy a lányánál alig idősebb Lewinsky 8 évvel a botrány után a közvélemény szemében még mindig nevetség tárgya. Mint egy kárpótlásként... Pedig már hányszor fogatmosott azóta. Mm. Mint egy kárpótlásként egy személyes tárgyat, egy amulettet hagy egykori kolléganőjére. Biztos az orális szobából való. Az a baj, hogy ezek adják magukat, szóval, hogy... De nem, azt mondom, hogy amit a Lewinsky adott a Clintonnak, azért nem amulett jár, hanem vagy egy bizonyos összeg, vagy köszönet. Mint színházi ember, meg kéne ezt a jelenetet nekem rendezni. Nem az aktus érdekel engem. De engem igen. Nem, gondoljátok, hogy Clinton. Kálvölgyi fogja érteni, hogy milyen komédia ez, hogy a nőt be kell vinni a ovális irodába. Tehát valamilyen ürüggyel ott benn van, mert ott dolgozik. Hát diktálok neki. Igen. Közben szól a telefon, közben az asztal alatt megy a... Probléma. Himi-humi. És ez meg beszélget a Brezsnyevvel, vagy a nem tudom én kivel, a Putyinnal. De gyönyörű kép. Hogy mind múlnak, és lehet, hogy ha az akkor neki jó volt, akkor meg tud egyezni a Putyinnal. Bizony. És ahogy így leszólt, azt mondja, ki kérdezte a Monika, ki az? Azt mondja, Putyin. A Velebesen nagyon szép volt, hogy rögtön a rendező megszólalt benne. Én a dolog költőségét próbálom megfogni, hogy... Természetes. Nem, hát hogy... Hadd csinálja, mégis itt a Mimit, persze, nyomj. Nem, hát ez a csúcs az ovális szobába, ugye a világ tetején a világúra, és hogy mi az a minimál szex. És a Benedek fiam látott egy hirdetést, egy ilyen téphető cédulát, én ennél szebbet még ebbe a nem olvastam. 50-es, jól szituált férfi keres 30-40 éves nem kövér nőt tartós kapcsolat céljára. Péntekenként 10 órától megtekinthető vagyok a Moszkva téren, ahol ilyenkor az óra alatt állok 10 percig, Laci bácsi táblával a kezemben. Hát ez óriási. Én elmegyek, esküszöm. És ez így van, ez meg? Igen. Nem mentél megnézni, Laci bácsi? Pedig te az ilyet megszoktad nézni? Szerintem most kivonulnak rengeteg. Az egész szóval kivonul megnézni, milyen Laci bácsi. Milyen? Hát az a sárcén. Képzeld el, hogy ott áll egy ilyen Schwarzenegger dublő. Valamit tudhat Laci bácsi, mert hogy akkor is ott marad a tábla, ha fésülködik. Még egyet. Még egyet a Ross Brown mondott egy nagyon jót a... Micsoda? Tessék? Ross Brown. A Ferrari-nak a... Azért aljasságot megkérdezni. Nem véletlenül kérdeztem meg. Nem látod az Alonzot meg a Schumachert? Fantasztikusak voltak. Azt milyen jó, tessék. Alonz, arról mesélj. Na, és a Ross Brown azt mondta, hogy minden pilóta életében eljön az a pillanat, amikor hamarabb kezd el fékezni. Hát ugye a Schumacher életében ez még nem jött el, és még nagyon sok kilométer van benne. És arra gondoltam, hogy ti hogy álltok a fékezéssel? Tehát átvitt értelembe. Mire vagy kíváncsi? Tehát tövig a gázt, és... Vagy már fékezik? Tövig, Teddy, tövig! Hagyjon meg ott, ahol van! Te most az élet. A férfiasságban? De, igen, a szex, meg minden egyéb. Ja. Én megmondom. Már a kézifék is be van húzva. Nem. Én megmondom, én úgy vagyok a szexel, mint a színészettel. Na.
hogy ha már ott vagyok a helyszínen, akkor nagyon élvezem. De míg oda eljutok... De ne haragudj! De hát én jól tudom, te nagyon rég nem játszol. A rádióban meg itt is dolgozok Aranyosi Petivel, nagyon helyes srác, és ő mondott nekem, ide kapcsolódik egy, szintén egy ilyen hirdetés, hogy szolid káros szenvedélyektől mentes 40-es hölgy megismerkedne diszkrét katonai alakulattal. Vannak igények, ugye? A nagyszámok törvénye, hát az egyik csak jó lesz, igen. Direkt 40-es hölgyet mondtam. A grenadír mars. Miért? Mi lenne? Mi volt az? Oda vagyok írva? Akkor a nagymama meséli, hogy nekem csak egy szerelmem volt. A katonák. Igen. Felfüggesztette a Vasárnapi Hírek című hetilap reklámjának sugárzását a Magyar Rádió, mert hallgatói reklamáció özönét kapta az Ószövetségi Idézetre emlékeztető, a hetedik napon vegyen ön is Vasárnapi Híreket felszólításra végződő hirdetési szöveg miatt. Pont. Jó. Ezt nem mondtad, ugye? De miért nem a hetedik napon vasárnap? De. Én nem szólok hozzá, mert János gondolom másodban is rengeteg ilyen felháborodott levél érkezett a Vasárnapi Újságban. Én nem azt jelent, azokon a napokon vegyen vasárnap. Nehéz napokon? Mert az havonta csak egyszer. Hát miért? Ez meg heti lap, te ló! De mennyire eszembe az, hogy vasárnap vegyen vasárnapi híreket. Szombaton még ne vegyem, mert akkor nem jelent meg. Hétfőn már ne vegyem, mert akkor már nem aktuális. De ebben az a szép, hogy ez a Vasárnapi Újság ba hangzott volna el, és úgy látszik a Vasárnapi Újságban semmi baj, mert soha semmit nem vettek ki. Soha. Ez ott az első mondat, ami fennakadt a hölgy uralkodásának 5. esztendejében. Egészség. Azt szeretném tudni, hogy aki hall egy mondatot a rádióban, és fölháborodik, ahhoz szeretnék elmenni egy délután megnézni, hogy ő kicsoda. De mi találkoztunk egyszer a NapTV-ben, a Teddy is ott volt, hogy van például ilyen főjelentő ember. Úgy nézett ki, teljesen ült ott, ne norm, tehát én nyakkendő, és az hallgat minden műsort és főjelent. Ez a happy-e neki. Tehát van, aki foci meg se jár. Mennyi, mert ha jól fizetik, esetleg én is vállalni. Nekem volt egy ilyen szomszédom, az folyton főjelentett. Ezek beteg emberek. Neked is volt egy ilyen szomszédom. Egy házba laktok. Igen. A Jucinál az volt, nálad az volt, hogy lehúzod a WC-t állandóan. Tényleg. Hogy reggel főket és rángatta. Alattunk meg lakott egy házas... Nem, egy emelete laktunk, de Juci, ezen a fronton. Alattunk meg lakott, laktak hárman, két férfi... Azóta kifeted a tartály fiat? Ne. És annak meg az volt a mániája, hogy én nem, de a feleségem, apósom volt a Rodolfo, és megjelent a Rodolfo művészdoboz, hogy a feleségem, amikor én elmegyek, meg éjjel reszel. Tehát a feleségem gyártja otthon a bűvész kellékeket, és ezt reszelim, azok vasból vannak, és orvaszájban fő voltunk jelentve. Most minden probléma meg fog oldódni a rádióban, de most összeállt egy olyan kuratórium, és tudjátok, ezeket sorsolják. Tehát ennyi jó szakembert együtt, nagyon röviden hagyolvassam föl, jó? Ez a Magyar Rádió jelenlegi kuratóriuma. Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Magyarországi Romák Baloldali Szövetsége, Magyar Műveltség Szolgálat, Művészetbarátok Egyesülete, Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége, Hosszú Távú Egészségmegőrző Program Egyesület, Első Magyar Vidéki Nőegylet, Mi Asszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége, Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetsége, Aszmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége, Regnum Marianum Sport Egyesület. Ebben az egészben egy érdekel, a Magyar Művészet Szolgálat, az mi? Mi az, hogy mi? Hogy tényleg betelefonálok, tessék két kiló művészetet küldeni nekem? Vagy? És az első Magyar Vidéki Nőegyletet, ha én összetéveztem a második Magyar Vidéki Nőegylettel. Az végzetes lenne tenni. Semmi bajom a Mi Asszonyunkról nevezett Szegény Iskola Nővérek Diákjainak Országos Szövetségével, de hát én sem megyek hozzájuk, ők miért jönnek hozzám? Tehát mi közünk egymáshoz? Hát barát, mert ők is tudnak hallgatni rádiót, hát ez miért? Fülük van, nem? Vasárnapi Újságot hallgatják. Na erre, hogy a hetedik napon vegyen ön is vasárnapi híreket, Szörlezdi ezt írta, ez tényleg felháborító, nekem úgy rémlik, hogy az Ószövetségben a hetedik nap a szombat.
Gálvölgyi János és Bajor Imre nagy sikerrel szerepelt a Gyáli Páholy című műsorban. Álljunk meg. Elhiszem, de honnan tudjuk, hogy nagy sikerrel? Mi mondtuk. A teltházas előadás után a helyi újság fotósa engedélyt kért, hogy a lap címoldalára lefotózhassa a híres párost, akik írásban is köszöntötték az újság olvasóit. Az áprilisi lapszám címoldalán Gálvölgyivel és Bajorral el is készült, de a két nagy párt alkotta szerkesztőbizottság fideszes képviselője letiltotta a címlapot, mondván, hogy a művészek még csak nem is gyáliak. Tájékoztatott Janicsák István, az Zizi Labor frontembere. Címlapon lehetetek volna. Nem, én már sokszor állítólag voltam ez újság... a legnagyobb gyáli újság. Nem, én sokszor voltam már sok újság címlapján, pedig nem vagyok újság. De téged üldöznek, János. De az egy nagy dolog, de hogy így lehet. Hagyján, de hogy engem is. És azért, hogy nem vagytok gyáliak? Bizonyám, akkor gondolom nem másért, meg, ugye? Nem ez a fideszes képviselő volt az, aki miatt Liza Minnelli se jött ide, mert hogy kiderült, hogy ő nem magyar. Tehát ugye ezek szerint csak ott léphet föl valaki. De azt, hogy le lehet tiltani. Ne viccelitek ezt a dolgot. Én nagyon szomorúan tartom. Nem. Itt nagyon vigyázzatok, mert az, hogy ti a gyáli helyi újságnak a címlapján nem jelentek meg, ez előrevetíti, hogy mostantól megtorpan a karrieretek. De viccet, tényleg nagyon, olyan aranyosak voltak, csak én ezt valami fölháborítónak tartom, hogy egy valaki azt mondja, hogy mert nem vagyok gyáli. Gondolom, csak ez a problémája van, de akarja, bejelentkezem gyárra, és akkor címlap lehetek. Hát nem tudom. Miért nem mondtad, hogy nem vagyok ugyan gyáli, de gyáli hibás vagyok, úgyhogy akkor úgy lehet. Mondjál te is valami okosat már. Engem egyszer felhívott. Meg vagy te támadva, kérlek szinte. Egyszer fölhívott egy alpolgármester engem, és azt mondta, hogy be van nekem írva a noteszomban, hogy én oda megyek abba a városba. Akkor és akkor mondtam, hogy persze semmi probléma nincs, mert gondoltam, hogy leellenőrzi. Azt mondta, hogy arra szeretném megkérni a művész urat, nekem van 3 gyerekem, és én vagyok az alpolgármester, és hogyha a művész úr lejön ide és megtartja az előadását, akkor engem kirúgnak, mondta. És ez akkor mondtam, hogy én nem szeretném, hogyha magát kirúgnak, de hát mi a probléma ezzel a dologgal? Azt mondta, hogy azt mondja a polgármester úr, aki leszedette a plakátokat, maga nem jöhet ide. Most Isten bizony nem tudtam, szóval annyira nem tudtam, hogy mit tegyek ez ügyben. Ez egy szép nagyváros, hogy, nem? Igen, egy szép nagyváros, és valahogy egészen volna. Hihetetlen volt, szóval valami, mint hogyha kimartak volna, tényleg a szívemből egy darabot, olyan borzasztó érzés volt, és nagyon rossz helyzet, és természetesen én nem mentem le, mert egyrészt nem akartam ezt az embert ilyen helyzetbe hozni, másrészt pedig valami gyűlöletes dolognak tartom, szóval, hogy így élünk ma Unniában, szóval egyszerűen. Egyébként meg azok az emberek, akik ott lettek volna, és esetleg hónapok óta várták ezt az előadást, és ideje elkelt, azok az emberek választották meg ezeket, akik megtiltották, hogy elmenjenek az én előadást. Ami balliberális front igen. Lapunkban is egy cikk rólunk, és... Jó magam, megválaszoltam, meg fog jelenni, már ami rám vonatkozik. De válaszoltál arra? Én válaszoltam, édes. Mert válaszoltam, mert úgy gondolom, hogy tisztázni kell bizonyos dolgokat, de abban van egy mondat, ami minden ilyen cikkben benne van. Azt mondja, nem sajnálom tőlük a milliós gázsit. És valahogy minden bennünket helyenként joggal kritizálnak, helyenként megfednek, és meg is kell szívlelni, tehát nem igaz, hogy minden csak gyalászkodás, de ez minden cikkben benne van, és valószínűleg, hogy ez egészen addig benne is lesz, amíg az újságoknál nem fizetnek többet egy cikkért, szerintem. Meg amíg az illetőt nem hívják be egy beszélgető műsorba, és akkor ő is szerepel a tévében majd, és akkor megváltozik a véleménye, tudod? Én nem fogok válaszolni erre a cikkre. Én sem. Én is benne vagyok, de nem is olvastam. De én elmondtam a Jucinak, elmesélte. Az a címe, hogy a bátrak gyávas. A gyávák bátorsága. De azt gondolom, hogy mindent figyelembe kell venni, a legotrombább dolgot is,
És igenis ki kell állni, és azt kell mondani, hogy kérem, ebben egyetértek, ebben belátom, ami van, ebben meg nem. Tehát nem lehet a dialógtól megfosztani a közvéleményt. És te azt mondd meg, hogyha azt írja rólam egy illető, hogy én kerti partikat rendezek, amiben 11 évig belerokkantam, mellettem 1 milliárd 200 millió forintért épült egy üdülő a Széchenyi tervből, az én házam összeroskadt, soha egy filé hasznom nem volt belőle, most akkor én ezt meséljem el, és hosszan éveljek? Igen. De hát ez szégyenletes. Igen. De nem szégyenletes. De mert miért? Most éveljek, hogy én... Megtámadtak a tisztességedet, megtámadtak... De hetente csinálják. Nem, akkor meg kell válaszolni. Bármit mondhatnak rólam, és nem válaszolok, akkor, amikor a tényeknek nem megfelelően a tisztességembe gázolnak, azt nem hagyhatom. Hozzászóltam. Na de hát azért csinálja. Hát akkor jó, jó. Én azt szeretném mondani, hogy én ezzel nyilván kisebb mértékben és nem olyan régóta találkoztam, de már én is találkoztam azzal, hogy én hát nekem hát a millió. Először nem tudtam, hogy erre mit reagálok, és aztán a következőképpen döntöttem. Leültem és végig gondoltam. Ezek kinézik belőlem, hogy én nekem nem számít a pénz, és én milliárdos vagyok. Tehát ők úgy látnak engem, mint aki erre képes. Hát basszus, akkor én erre képes leszek. És akkor úgy lesz. Ha ezt akarjátok, akkor úgy lesz. És akkor 10 év múlva azt fogom mondani, hogy felé. Arról nem beszélve, kérem tisztelettel, ezt a részét, én azt mondom, hogy ami pénzt itt kapok, abban nekem 35 évem van, kugyér-szarért dolgoztam, megtanultam valamit, és bárki ide beülhet és csinálhatja helyettem, ha a illetők úgy döntenek. Olyan intézkedést tervez a kormány, amely érdekeltté tenné a tulajdonosokat, hogy ismét legyen élőzene a vendéglátóipari egységekben. Míg 15-20 évvel ezelőtt 4-5 ezer muzsikus dolgozott az éttermekben és szállodákban, addig ma már csak elvétve találni élőzenés vendéglátó helyeket. De hogy akarják ezt megoldani? Az a kérdés. Talán fizetnek érte, vagy nem tudom. Hát úgy az lenne, hogy kapnak támogatást azért. Nagyon jó. Csak az a baj szerintem, hogy ma már olyan kevesen vannak. De van sok. Fiatalok. Kialakult egy olyan kör, akik ezzel nagyon komolyan foglalkoznak, és a régi nótákat is nagyon jól tettek, tehetségesek. Vannak követők, és nagyon kell. Hát annyira hozzátartozott a Pest hangulatához, az éjszaka hangulat. De jazzzenészek is legyenek. Vannak ők is. Én majdnem ebből írtam a szakdolgozatomat, szociológia szakon, engem ez izgatott hihetetlenül, a budapesti zenész romák, a dinasztiák, ahogy nótazenészként kezdenek, aztán az egyik következő generáció már jazzista, vagy a popzenét. Ez egy hihetetlen érdekes világ. Van is egy ilyen tanulmány, Muzsikusok a címe, és azt látom, hogy hihetetlen értékek vesznek így el, és én egyszer be is nyújtottam, nem mondom meg, hogy melyik televíziónak egy kompletten kidolgozott műsorjavaslatot. Nem válaszolt az RTL egyáltalán? Az volt, hogy még a Dankó Pista annak idén Szegeden megnyerte a vonópárbajt. Ez egy régi ilyen zenész hagyomány, a vonópárbaj, hogy ebből, amikor ma egyébként minden tévéműsor arról szól, hogy így versenyezzünk, akár zenével, akármivel, ebből milyen jó kis, nem mondom, hogy hosszú távra, de egy ilyen egy-két alkalmat lehetne csinálni, hogy roma zenészek, amely műfaj közben hihetetlen népszerű, mert nem csak a nyugdíjasok, de rengetegen hallgatják. És akkor mindenhol az volt a válasz, hogy roma téma, kényes, zene téma, nem annyira jó. Most nem az ötletem, én mondom, csak hogy itt a média az egyetlen, ami ezekért a zenészekért valamit tenni tud. És ugyanakkor vannak ilyen kábeltévék, én vasárnap szoktam nézni, elképesztő. Figyelzel, én ilyeneket Csokor nyakkendébe, tudod, a gyűrű be van állítva, aranyfokhoz menjen a... És olyan emberek énekelnek nótákat, hogy agyon kéne őket verni. Különböző dolog maguk a muzsikusok, és akik nótát énekelnek. Azt a Sasszuska mesélte, még az MK aluljáró mellett, a patika fölött lakott, és éjszaka ment haza, és két roma zenész vitatkozott, hát nem játszottad be a Fizzt. Nem, anyádat nem játszott, bejátszottam a Fizztat. Hát nem játszottad be ott, hát nézd, üzen. És ugye a betonfalos, hát ezt játszottam, így játszottam, azt mondja, hát most bejátszottad. A telefonszámunk 061-382-1144, a címünk Budapest 1919, Fehérvári 89-95, a teljetek 637-es oldala, tök érdekes. Heti hetes igaz.rtlklub.hu az e-mail cím, használják egészséggel, és ugyanígy nézzék meg a www.rtlklub.hu címen található weboldalt. Köszönöm a figyelmet, találkozunk egy-két